Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Az orosz-ukrán háború február 24-i kezdete óta egyre többet beszélünk gazdasági háborúról, és jóval a Moszkva által indított, a Kreml által következetesen különleges katonai hadműveletként definiált akció megkezdése előtt elkezdődött a modellezés arra vonatkozóan, hogy mi lesz, ha Oroszország elzárja a gázcsapokat. Most történetesen nem ezt látjuk, ennek épp a fordítottját, azaz inkább a nyugati országok részéről merül fel egyre hangsúlyosabban az orosz gáztól való függetlenedési vágy. Persze ez sem annyira egyszerű, annak ellenére, hogy Emmanuel Macron, francia államfő múlt héten nagyvonalúan azt mondta, idézem, meg akarjuk választani a partnereinket, nem pedig függeni tőlük, eddig az idézet. Az EU tagok ugyanis erősen megosztottak az embargó kérdésében, ezzel megjelent az első nagy repedés a nyugati országok Oroszország elleni frontján. Tervek persze vannak, cseppfolyósított földgáz, biomassa, hőszigetelés, stb., de lehet mindebből hasznos időben valóság? Mennyire ketyeg az óra? Erre keressük ma a választ. Dr. Darvas Zsolt közgazdász, a Brüggel Intézet szakértője, valamint Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő a vendégeim. Uraim, jó estét! Jó estét! Jó estét! Köszönöm. Nézzünk meg egy összefoglalót, egy rövid bejátszást arról, hogy milyen Románia kitettsége az orosz földgáznak, majd folytatjuk beszélgetésünket. Az orosz-ukrán háború kitörése előtt Románia elsősorban kőolajat, gázt, szenet és egyéb ásványi anyagokat importált Oroszországból. Ezen nyersanyagok mintegy 80%-át tették ki az összimportnak. Ennek ellenére Románia energetikai kitettsége Oroszországgal szemben az Európai Unió vagy a tágabb európai közösség viszonylatában nem számít veszélyesnek. A Bábesbolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi karának kutatói által készített infografika tanúsága szerint az EU tagállamai közül 8 esetében a földgázellátás több mint fele múlik az orosz szerződéseken, és további 10 tagállam áll rosszabbul, mint Románia, köztük Németország és Francia. Is. Románia 79%-ban önellátó, további 13%-ban más forrásokra támaszkodik, és csak 8%-ban szorul az orosz importra. Darvas Zsolttól kérdeznék először. Az uniós politikusok egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy Európának le kell válnia az orosz gázról, ami kétségkívül fájdalmas lenne Oroszországnak, de ugyanúgy fájna az Európai Uniónak is, hisz a kitettség nagy, vannak országok, amelyek közel 100%-ban az orosz gáztól függnek, és kimondhatjuk, hogy a félelem azt illetően, hogy az oroszok azzal fognak ütni, amivel fáj, az nagy. De hogy most arról is szó van, hogy az Európai Unió válna le, vagy próbálná megfelszámolni az orosz függőséget. A legrosszabb forgatókönyvek potenciálisan mekkora kárt tudnak okozni az európai gazdaságnak? Azzal kezdeném, hogy a jelenlegi szankciós politika rendkívül ellentmondásos, mert ugye amiben csak lehet szankcionáltuk, vagy nagyon sok mindenben szankcionáltuk Oroszországot, ugye a központi bank eszközeit befagyosztottuk, a kereskedelmet korlátozzuk, a fizetési rendszerből kizártuk őket, nagyon sok magánvállalat is folyamatosan hagyja el Oroszországot, de emellett folyamatosan vásároljuk a gázt és az olajat is Oroszországból, és a gázvásárlások miatt naponta csaknem 800 millió eurónyi összeget utalunk át Oroszországnak, tehát csaknem 1 milliárd eurót küldünk naponta Oroszországba a gáz ellenértékeként. Tehát ez bőségesen elég az orosz rendszernek arra, hogy a finanszírozza. Úgy gondolom, hogy ez egy ellentmondás, és hát jelenleg nem látszik ennek a megoldása, mert valóban egyes politikusok felvetették, hogy le kéne azonnal vágni az orosz országtól való gázfüggőséget, más politikusok viszont azt hangsúlyozzák, hogy ez milyen nagy nehézségekkel járna. Na most, ha a technikai oldalról nézzük, akkor tegyük fel, hogy holnaptól megszűnne a gázszállítás teljes mértékben Oroszországtól, akkor a következő néhány hét, néhány hónap, még a nyárig valószínűleg minden gond nélkül el tudna üzemelni az európai gazdaság és az energiarendszer, hiszen részben vannak tartalékok, részben pedig lehet még
bizonyos mértékben növelni egyéb beszállításokat, mint például a csepp folyósított földgázt, ahogy ön is említette. Viszont a nagyon nagy probléma az következő télen jelentkezne, hiszen egyrészt tél előtt mindig fel kell tölteni a gáztárolókat. Ilyen nagyon magas árak mellett egyrészt nehéz lenne, másrészt meg a kínálatot is viszonylag nehéz lenne ehhez megszerezni. Most a munkatársaim számításai alapján nagyon nagy nehézségek árán túl lehetne élni a következő telet, anélkül, hogy az emberek fűtés nélkül maradnának, és az iskolákat be kellene zárni. De ez egyrészt nagyon nagy költséghez vezetne, és szükségessé tenni sajnos azt, hogy a keresetet is korlátozzuk, tehát bizonyos tevékenységeket, amelyek kevésbé fontosak, azokat bizony iparágban le kellene csökkenteni. Körülbelül ilyen 10%-kal kellene lecsökkenteni az éves gázfogyasztást, és minden lehetséges egyéb forrásból energiabeszerzéseket szerezni, növelni például a szénfogyasztást is, tehát a szén erőműveket újra megnyitni, amelyeket korábban bezártunk. Tehát nagyon nehezen meg lehetne oldani, de ez valóban nagyon komoly nehézségeket és magas költségeket hozna. Winkler Gyula európai parlamenti képviselő urat kérdezném. Az úgynevezett Versailles-i nyilatkozatban, amelyet pénteken fogadtak el az uniós állam és kormányfők, azt olvasom, hogy idézem, megállapodtunk abban, hogy a lehető leghamarabb fokozatosan megszüntetjük az orosz gáz, olaj és szénimporttól való függőségünket. Amint azt a felvezetőmben is említettem, Emmanuel Macron francia államfő azt mondta, hogy meg akarjuk választani a partnereinket, nem pedig függeni tőlük. Az EU eddig egységesen lépett fel a Oroszország ellen, az energiabojkott azonban már keményebb dió ennél. Nyilvánvaló, de ettől még nem beszélnék én az egység megbontásáról, csak arról beszélnék, hogy valóban egy olyan súlyos és nagymértékű függőségről van szó, amit egyik napról a másikra nagyon nehéz elvágni, és utána pedig megoldani az elvágásnak a következményeit. Amúgy azért jegyezzük meg, hogy egyáltalán nem világos a mai állás szerint, hogy nem történik meg az hamarabb, hogy maga Putyin zárja el a gázcsapot, és nem pedig az Európai Unió. Ez is egyike a sok lehetőségnek, hiszen ma egy annyira változó helyzetet próbálunk elemezni, amelyben a kiszámíthatóság az nem igazán létezik, hiszen az Orosz Föderációban vagy Oroszországban nem létezik egy demokratikus döntéshozatali mechanizmus, amelyet esetleg előre lehet látni, el lehetne látni, hanem ott tulajdonképpen egy személynek a döntései befolyásolják a helyzetet. Na most mi is ez a függőség? 25% a kőolaj behozatalból, és 45% úgy a földgáz, mint pedig a kőszén behozatalból. Ez az Európai Unió kitettsége az Orosz Föderációval szemben. Ez egy súlyos és nagymértékű kitettség. Persze árnyalja és színezi a képet az, hogy léteznek nulla kitettségű országok, például a spanyol gazdaságra gondolok itt most, és létezik az előbbi térkép, amit már láthattak a nézők, és pedig az, hogy különféle fokú kitettségeket mutatnak a tagállamok. Na most viszont azt is remélem, hogy van idő arra, hogy egy kicsit visszacsavarjuk az időgépet legalább 3 vagy 4 évvel korábbra, hogy lássuk azt, hogy tulajdonképpen egy hármas válságban, egymásra tevődő hármas válságban, vagy annak a kellős közepén vagyunk most. Kezdődött 2019-ben akkor, amikor az Európai Unió kinyilvánította a klímasürgősségi állapotot, erre megalkotta a zöld megállapodást, folytatódott 2020-ban a koronavírus járvány gazdasági következményeivel, erre megalkottuk a Next Generation EU és a kölcsönből finanszírozott helybeállítási terveknek a kilábalási eszközként megalkotott terveket, 22-ben pedig most jön az ukrán válság, az ukrajnai válság, vagy az orosz válság, tessék úgy nevezni, ahogy gondolják, az ukrajnai háború. A háború tényét nem szabad azért elkendőzni, sem más szavakat használni ennek a helyzetnek a leírására. És ilyen körülmények között nyilván, hogy a megszorító, a szankciók, azok láthattuk, hogy lépcsőzetesen jöttek. Volt eddig 4 lépcső, minden bizonnyal lesz további lépcső. Na most a szankciókról köztudott, közgazdasági szempontból is, de
politikai szempontból is, hogy a szankció mindig azt is üti, aki ellen alkalmazzák, de azt is negatívan befolyásolja, aki alkalmazza a szankciókat. Itt a kérdés tehát az, hogy hajlandók vagyunk-e megfizetni egy árat, és hogy az előbb a három válság közül az előbbi kettőre megfogalmazott válaszokat, stratégiákat mennyire kell átírni. Nyilván, hogy az Európai Bizottságot számos bírálat érte eddig is, és minden bizonyal, hogy ezután is érni fogja, azzal kapcsolatban, hogy elfogad nem gazdaság alapú, hanem ideológiai alapú döntéseket vagy javaslatokat. Például az atomenergiával kapcsolatos vita egy ilyen ideológiai alapú vita, az atomenergia egy tiszta energia, hogy mennyire biztonságos az azoktól függ, akik a technológiai részt fölépítik, utána pedig működtetik, és nyilvánvaló, hogy akkor, amikor valaki azt el akarja dönteni tagállamként, hogy akkor most a németországi álláspontot vagy a franciaországi álláspontot követem, akkor tulajdonképpen ideológiák között és nem pedig gazdasági érvek között hoz döntést. Tehát szembe kell nézni azzal, hogy ha nem is vagyunk teljesen egyformán kitettek, és ebből kifolyólag nem teljesen egyforma a hozzáállása a tagállamoknak, azért az európai szolidaritást valahogy föl kell tartani, nem csak deklaratív módon, hanem a lépésekben is. Ez pedig majd az úgynevezett irány az 55%, a Fit for 55 csomagnak a vitája során fog kiderülni. Ez most zajlik a parlamentben, óriási viharok vannak, és állandóan nekünk, kelet-európaiaknak, eszébe kell juttatni mindenkinek, hogy az úgynevezett kettős átállás, amelyet az Európai Unió a tavaly javasolt, a digitális és a zöld átállás, nem lesz megvalósítható akkor, hogyha nem egyszer, mint méltányos átállás. Tehát megvan a figyelem azokkal szemben, akik esetleg leszakadhatnának, és nyilván, hogy ezekből a leszakadókból egyéni és közösségi szinten is többen vannak Közép- és Kelet-Európában, mint nyugaton. Darvas Zsolttól kérdezem, itt képviselő úr említette az időkerekét, ő azt mondta, hogy 2-3 évre menjünk vissza, én azt mondom, hogy menjünk vissza még tovább, 1920-1930, ugye akkor kezdődött az Oroszországból Európába importált kőolaj Baku, a náci Németország, illetve 1968 akkor épült ki, akkor bolintottak rá az első gázvezeték kiépítésére Európa és Oroszország között Ausztriában. És a függőség az csak nőtt és nőtt az évek során, a viszonyból mostanra pedig úgy is fogalmazhatunk, hogy iszony lett. Miért nem tudott lépni? Miért nem lépett az európai közösség mindeddig? Kényelmesebb így? Még a történelmi visszatekintéshez hozzátenném a 90-es évek elején zajlott öbölháborút, amikor éppen az arab országoktól próbáltunk kisebb függőséget elérni, és emiatt is nagyobb mértékben növeltük az Oroszországtól való olajimportot. Ez ahhoz is vezetett például, hogy sok finomítót, ugye az orosz olaj és az arab olaj, annak különböző az összetétele, és a finomítók nem tudják mind a kettőt felhasználni, de például pont a öbölháború miatt nagyon sok finomítót átállítottak az orosz olajra, bízva abban, hogy ez valóban egy nagyobb ellátásbiztonságot fog jelenteni a háborús övezet arab országokkal szemben. Most meg éppen azt tapasztaljuk, ahogy ön is említette, hogy bizony a Oroszország felé való kitettség az hatalmas, energia szempontból, és ugyan már bő 10 éve az EU kitűzte azt a célt, hogy csökkentsük ezt a függőséget, egyszerűen nem sikerült. Én szerintem ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy egyrészt ugyan a zöld tervek azok nagyon fontosak, de a gazdaság bővülése azért számos országban ahhoz vezetett, hogy az összes energiafelhasználás is több országban növekedett, van, ahol csökkent, itt Németországban csökkent, de sok más országban növekedett, tehát egyszerűen több energiára volt szükség. Másrészt valóban nagyon kézenfekvő és egyszerű volt a vezetékeken át behozni mind az olajat, mind pedig a gázt. Próbáltak sok minden más tenni, a norvégoktól is növeltük a beszerzést, a cseppfolyósított gáznak a mennyisége is jelentősen növekedett, de mindezek ellenére sajnos az orosz gáz részaránya az nagyjából stabil maradt az elmúlt 10-20 évben,
és hát most isszuk meg ennek a levét, hogy rendkívül mértékben ki vagyunk ennek téve, az árak nagyon nagy mértékben fölmentek. Valószínűleg ez a sok, ez a borzalmas háború, ami bekövetkezett, és ennek a gazdasági következményei, amelyek sújtják Európa országait, ez gondolom egy olyan felrázó erővel fog hatni, hogy most már valóban hathatós lépéseket fognak tenni, hogy csökkentsük a kitettséget. Ugye ez vagy egy nap alatt meg fog történni, akár ha az európaiak is bejelentik az energiaimportnak a bojkottját, vagy éppenséggel az oroszok zárják el, ahogy a képviselő úr is említette, vagy lehet, hogy folyamatosabban, hogy az Európai Bizottság például múlt héten egy olyan javaslatot tett le az asztalra, hogy a jövő évben, vagy ebben az évben az orosz importnak a kétharmadát helyettesítsük, de a következő 5 évben lényegében teljesen szabaduljunk meg az orosz gázimporttól. Az Európai Unió külügyi főképviselője többször is említette, hogy ennek a háborúnak ára van, de ezt az árat, ha most nem fizetjük meg, később sokkal többe fog kerülni. Említette ön itt a dekarbonizációs folyamatot, amelynek a kifutási ideje 2050, és annak a felgyorsítása az nyilvánvalóan, hogy mondjam, utópia. Így maradnak csak az alternatív beszerzési források, a már említett cseppfolyós gáz. Van C-opció is, Darvas úr? És majd képviselő urat is kérdezem. Tehát én úgy gondolom, hogy most minden fronton megindul a komoly erőfeszítések tétele. Tehát egyrészt próbálunk több cseppfolyós gáz beszerezni, de ugye ennek azért vannak technikai korlátai. Egyrészt kell, akitől megvegyük, és ugyan folyamatosan évről évre nő a cseppfolyós gáznak a piaca, de azért nem olyan könnyű, vagy tehát lényegben lehetetlen a teljes orosz termelést egyik napra a másikra helyettesíteni. Bízhatunk abban, hogy az Egyesült Államok tovább fogja növelni a termelését, esetleg az exportját még nagyobb mértékben növeli, mint a termelését, és onnan több jöhet be. Ugyanakkor a bizottság által letett terv, múlt heti terv, az a felgyorsított zöld átmenetet is tartalmazza, egyre több szélerőmű, napelem, szigetelés, hőpumpáknak a telepítése. Tehát úgy gondolom, hogy a folyamat az minden fronton előre fog haladni. Hát reméljük, hogy a zöld átmenet is fel fog valóban gyorsulni ezáltal. Képviselő úr, nagyon sokszor hallottuk az elmúlt időszakban, hogy a jövő a megújuló energiaforrásoké, most viszont azt is látjuk, hogy kezdik leporolni a régi terveket. Van egy NATO terv, ami arra irányult, hogy Spanyolországból Kelet-Európa felé vinni, szállítani az Amerikából érkező gázt. Zárójelbe kerülhetnek a zöld tervek, a zöld átállásra vonatkozó tervek, vagy nem kell megijedniük a környezetvédőknek sem? Én úgy hiszem, hogy el kell dönteni azt, hogy mi fontos, hiszen most még egyszer egy olyan helyzetben vagyunk, hogy talán a következő hetek, még a következő hónapok sem biztos, hogy alkalmasak stratégiai, hosszú távú döntéseknek a meghozatalára. Én azt látom, az Európai Parlamentben van egy többségi álláspont azzal kapcsolatban, hogy a célok azok rendben vannak, úgy a 2035-ös, mint pedig a 2050-es célokat, tehát az 55%-kal való csökkentés, illetve a klímasemlegesség, ezek olyan célok, amelyeket továbbra is magunk szem előtt kell tartani, viszont amelyeknek az elérése egészen biztos, hogy másképpen kell, hogy megtörténjen, mint ahogy azt ezelőtt 2 hónappal gondoltuk volna. Ezzel azt akarom mondani, hogy nyilván sem a környezetvédők, sem a most nem tudom, hogy a környezetvédőknek milyen csoport az ellenkezője, az ipari felhasználók, vagy az ipar, a versenyképesség barátai, vagy nem tudom, hogy pontosan minek kellene nevezni. Én úgy vélem, hogy több észszerűség szükséges ebben a vitában. Mi elkezdtünk az Európai Néppártban az elmúlt 2 hete tulajdonképpen egy olyan dokumentumot kidolgozni, amelyben azt vesszük észre, hogy szükséges egy pár tabuhoz hozzányúlni. Például most energiáról beszélünk, de ugyanúgy beszélhetnénk mezőgazdaságról is, és megjegyezve, hogy Ukrajna és Oroszország mindkettő nagyon jelentős gabona exportőr, kiderül, hogy valószínűleg, hogy a GMO-khoz kötött tabukhoz is érdemes esetleg hozzányúlni, vagy legalábbis újra gondolni az egész történetet, mind ahogy érdemes újra gondolni a palagázzal kapcsolatos tiltásokat, illetve általános magatartást, és érdemes egy dolgot figyelem előtt tartani, és pedig azt, hogy az ipar
ipar képviselőinek a számításai, az észrevételei szerint azok a technológiák, amelyekkel el fogjuk érni 2035-ben vagy 2030-ig az 55%-os kibocsátás csökkentést, azoknak a technológiáknak a fele ma még vagy kísérleti állapotban van, vagy egyáltalán nem létezik. Tehát a technológiai innováció, a kutatásnak a szerepe, adok egyetlen példát, a hidrogén. Rengeteget beszélünk a hidrogénról, mind energiahordozó, illetve mind energiaforrás, viszont egyáltalán nem biztos, hogy jelen pillanatban léteznek mindazok a technológiai megoldások, amelyek valóban lehetővé teszik majd a jövőben a hidrogén szerepének a felülbírálását. Ugyanúgy akkor, amikor a rövid távú megoldásokra gondolunk, arra, hogy mi történik, hogyha a nyár folyamán történik valami, ha a nyár folyamán, vagy most a következő időszakban elzárják, vagy elzárjuk azt a bizonyos gázcsapot, akkor kell, ahogy ön mondta, a NATO terv, én most csak arra gondolok vissza, vagy arra emlékezem vissza, hogy 2005-ben miniszterként én írtam alá Románia részéről a Nabucco tervet, azt a gázvezetéket, amelyből végül nem lett semmi, mert az európai érdekek harcában a Nord Stream 2, tehát az északjáramlat 2 gázvezeték kapta el vagy kapta meg a többségi támogatást, akkor is, hogyha azzal is állandóan vitatkoztak, beleértve a német közvéleménynek egy része, németországi közvéleménynek egy része is vitatkozott ezzel. Tehát nagyon gyorsan változó körülmények között mondom, véleményem szerint a nagy stratégiai döntéseknek a meghozatala nem a következő hetekben történik meg, viszont az is biztos, hogy ha nem tartjuk figyelembe a biztonságpolitikai követelmények mellett a gazdaságpolitikai feltételeket is, és azt is, hogyha meg kell fizetni majd a szankcióknak az itthoni árát, akkor két irányba kell gondolkodni, egyrészt a kitett személyeknek, azoknak, akik személyek és családok, akik energia szegénységnek vannak kitéve, másrészt pedig a gazdaságra kell gondolni, elsősorban azokra a kis és közepes vállalkozásokra, amelyek versenyképességüket elveszítve akár meg is kell szüntessék, vagy meg fog kelleni szüntessék a tevékenységüket az új energiaárak mellett. Tehát erre kellenek országos tervek, és erre kell egy európai forrás, úgyhogy ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy a néppártban lehet, hogy a folyosod inkább, mint a közvélemény előtt, de egyelőre elég sokat beszélünk arról is, hogy úgy, ahogy az elmúlt másfél évben megszületett a Next Generation EU, és kölcsönből, nemzetközi kölcsönből programot alkotott az Európai Bizottság, finanszírozási lehetőségeket nyújtott fel. Ugyanúgy most, ha háborúban vagyok, akkor kell egy háborús költségvetés, tehát valószínűleg, hogy a következő napokban és hetekben egyre többet fogunk vitatkozni és beszélni arról, hogy kell-e egy újabb kölcsönfelvétel, és kell-e ezáltal egy újabb forrás, amelyet a növekvő és nagyon hirtelen változó volatilis energiaárak ellen szereként fel kellene vegyen az Európai Unió, és meg kellene alkossa ebből az úgynevezett, én háborús költségvetésnek nevezem, lehet, hogy túl durva ez az elnevezés, de a valóságot elég nagy mértékben fedi. Darvas Zsolttól kérdezem, eddig jobbára csak a földgázról beszéltünk, de ott van, amint azt képviselő úr a beszélgetésünk elején említette, ott van a kőolaj, illetve ott van a szén is, a szénerőművekben, az európai szénerőművekben használt szén 60%-a Oroszországból származik, míg a fémfeldolgozáshoz használt koksznak a 30%-a származik Oroszországból. Ezt, illetve ott van ismétlem a kőolaj. Ezek egyszerűbben kiválthatók, mint a földgáz? A helyzet annyiban egyszerűbb, hogy ezekhez nem szükséges csővezeték. Ugye a földgázhoz, tehát az alapvetően a földgázhoz kell csővezeték, de ugye említettük, a cseppfolyósított földgáz már ugye lehet hajó meg minden egyéb eszközön szállítani. Viszont a kereset kínálat problémája az minden energiaterméknél fennáll. Tehát, hogyha az Oroszország által eladott mennyiség kőolajból és földgázból kiesik, akkor most vagy lesz valaki más, aki azt megveszi, mondjuk, ha például Kína esetleg megvenné az orosz kőolajat és szenet, akkor mi megvehetnénk a kőolajat, itt én Szaúd-Arábiától, meg a földgáz, vagy az
többi nyersanyagot más olyan államoktól, akik korábban Oroszországnak adtak el. Tehát elvileg lehet egy ilyen átrendeződés a világpiacon, hogyha Kína egyszerűen csak belép vevőként az orosz energiatermékek helyére. De egyrészt ez nem annyira egyszerű, hiszen például a kőolajnál is az uráli kőolajnak az összetétele más, mint például az arab vagy az amerikai kőolaj, tehát a finomítókat át kell alakítani, ami lehetséges, de költséges és hónapokat vagy akár egy évet is igénybe vehet. Másrészt meg ugye a szankciók miatt ugye nem is biztos, hogy az oroszok nagyon könnyen el tudják másnak adni, hiszen például képzeljünk el egy szállító céget, aki tankhajókat üzemeltet, mivel hogyha mondjuk felpakolja a hajójára az orosz kőolajat, ugye 2-3 hét az út, és mondjuk a egy hét múlva, ahol vinné, ott is bejelentenek egy szankciót az orosz kőolaj ellen. Tehát úgymond a kockázatok azok nagyon megnőttek, hogyha valaki esetleg az oroszoktól akar vásárolni, és nem csövön keresztül, hanem víziszállítással próbálná ezt beszerezni. Tehát egy szónak is száz a vége, ha az orosz kínálat kiesik, vagy nagy mértékben lecsökken, akkor a világon egy egyensúlytalanság alakult ki, ami csak úgy jöhet létre, hogy egyrészt az árak még följebb mennek, másrészt pedig a keresletnek csökkennie kell, fogyasztásnak csökkennie kell, és ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet lesz, és ne csak Európára gondoljunk most, hanem számos fejlődő országra is, amelyeknek sokkal kisebb pénzügyi eszközei vannak, mint a viszonylag jó módban élő Európai Uniós országoknak, hogy ezen nagyon nagy mértékre nőtt energiaárak hatásait tudják ellensúlyozni. Képviselő úr, van még másfél percünk, így abból fél perc az én kérdésem, így önnek van egy perc válaszadási lehetősége, de szokva van ön az egy percekhez. Ha Moszkva az oszd meg és uralkodj elvet fogja követni, és teszem azt, Németország és Olaszország zsarulásába kezd, kibírja ezt az egységes Európai Unió? Egyelőre, hogyha egy következménye van, amely látható, mérhető és biztos az orosz agressziónak Ukrajnában, akkor ez a következmény a NATO előzménytelen, vagy legalábbis 30 éve előzménytelen összezárása, és az Európai Unióban egy előzménytelen szolidaritás. Tehát itt nem arról van szó most már, hogy az oszd meg és uralkodj most indul. Az oszd meg és uralkodj, az folyik. Tulajdonképpen évtizedek óta folyik, de ha megint a képzeletbeli időkerekünket forgatjuk, akkor menjünk vissza 2014-be a Krím félsziget lerohanásához, és azóta állandóan, intenzíven folyik a másik háború, ez a médiaháború, a félretájékoztatás, a fake news, a párhuzamos valóságoknak az építése otthon Oroszországban, Putyinéknál, és nálunk is itthon az Európai Unióban. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez most kezdődne, ez most szűnik meg, az Európai Unió megosztása, és talán, hogyha a politikai állásokat jól látom, akkor talán a megoszthatósága, vagy az a könnyedség, amellyel oszd meg és uralkodjat lehetett játszani az Európai Unióval, úgy Moszkvából, mint pedig Pekingből, és más irányokból, ez most éppen párolog el, ez most szűnik meg, vagy ha nem is számolódik fel teljesen, de minimálisra csökken. Én azt hiszem, hogy a mi közös sorsunk tulajdonképpen gazdasági, politikai, biztonságpolitikai kérdések az elmúlt évekhez képest most a legnagyobb mértékben összezárnak bennünket. Nem fog ez menni. Folytatódni fog a szankcióknak a kiosztása, és apropó az előbbi gondolatmenet, hogy mit csinálunk, hogyha Kína vásárolni kezd, hát ne felejtsük el, hogy a szankciókat azokra is ki lehet terjeszteni, akik segítenek abban, hogy a szankciókat megkerülje Oroszország, tehát ezt fokozni még lehet, és az én véleményem szerint fokozódni is fognak a szankciók, hiszen én a diplomáciai megoldást, habár nagyon hiszek benne, és nagyon reménykedek a diplomáciai megoldásban, nem látom úgy, hogy a közeljövő, a következő napok tudnak hozni egy ilyen megoldást az ukrajnai válságra. 1 perc 30 másodperc volt, képviselő úr, ezzel véget ért a 24 plusz. Darvas Zsoltnak, a Brüel Intézet szakértőjének, vezető szakértőjének és Winkler Gyula európai parlamenti képviselőnek. Köszönöm, hogy ma este itt voltak velünk. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.